Sziasztok, ismét elérkeztünk egy új témakörhöz, a vektorokkal fogunk ö, megismerkedni, ez egy elég ö, megfoghatatlan ö, fogalom, illetve témakör ö, többek között itt a, a matematikában. A természeti jelenségek leírásakor sok összefüggést számszerű adatokkal, úgynevezett skalárokkal vagy skalármennyiségekkel fejezzük ki, mint például levegő, hőmérsékleten és a többi, Még mások leírásához ugye a számadatok mellett egy irány megadása is szükséges, na hát itt volt a lényeg, hogy irány megadása is szükséges, ekkor beszélünk vektorokról vagy vektormennyiségekről, ha a vektort egyszerűen meg akarjuk fogalmazni, az nem más, mint a tér irányított szakaszai. Ugye egy vektor akkor adott, ha tudjuk a nagyságát a vektorunknak, illetve az irányát. Irányított szakaszon olyan szakaszt értünk, melynek végpontjai megadunk egy sorrendet, azaz kijelöljük, hogy melyik a kezdő, illetve melyik a végpontja. Itt van nekem ez az AB vektorom, na hát ez azt jelenti, hogy az A kezdőpontú és B végpontú irányított szakasz lényegében, de jelölhetjük a vektorokat kisbetűvel is, ugye A, ha fölé rakunk egy kis nyilat, B vektornak is C, és így tovább, úgyhogy úgy jelezzük, hogy fölé rakunk egy nyilat, vagy egy kis vonalat, nyomtatásban pedig sokszor a vektorokat vastagon szedett betűvel is jelölik lényegében. Hogy el tudjuk képzelni még jobban a vektor vektormennyiséget, illetve egy különbséget tegyünk a skalármennyiség között, erre jó példa a skalármennyiségre, ugye, hogy a skalár mennyiség lényegében irány nélküli, jó, ha ezt megjegyezzük. Például legkifejezőbb példa egy autóna pillanatnyi ö, sebesség, a sebességmérőn a pillanatnyi sebesség, vagy például a golf mérkőzésen, vagy foci mérkőzésen a levegőnek a hőmérséklete. Na, ez csak egy szimplas számadat irány nélkül. Míg a vektor mennyiségre jó példa a sárkányrepülő, vagy a... Repülőnek a helyzete, amikor felemelkedik, a szárnyaira különböző erők hatnak, mint például mondjuk a szél is befolyásolja. Ugyanakkor a propeller pedig viszi, előre a repülőgépünket. Szóval ennek van iránya, nem csak számadattal lehet jellemezni, hanem ugye fontos, például a repülőn, sárkány repülőn az iránynak a, a megadása is. Ugye különböző vektorok vannak, vannak az egyirányú vektorok, két nemzírus vektort azonos irányonak nevezzük, ha kezdőpontjukból induló és a végpontjukon áthaladó félegyenesek párhuzamos átadással fedésbe hozhatók. Párhuzamos vektorok is vannak, ugye, két vektor, akkor párhuzamos jól szemlélteti az ábra, ha az őket tartalmazó egyenesek is párhuzamosak, Úgy, ha elképzelünk két végtelen vagy akármennyi végtelen, hosszú egyenest, és azokra nyilakat teszünk, ha így tudjuk csak elképzelni a vektorokat, és azok párhuzamosok, akkor bizony a vektoruk is párhuzamos lesz. Van úgy, hogy a vektorok ellenkező irányúak, akkor ellenkező irányúak a vektorok, hogyha párhuzamosak és nem egy irányúak, akkor ugye szimplán ellenkező irányúnak is nevezzük, ugye itt mutatja ez az ábra, és két vektort akkor tekintünk egyenlő hosszúságúnak, ha ö, hosszuk és irányuk is megegyezik, akkor egyenlő a két vektor. A vektor hosszát a vektor abszolút értékének is nevezzük, ugye abszolút érték annak is lehet jelölni. Ö, van az úgynevezett null vektor, na hát ez nagyon megfoghatatlan dolog, jó, ha úgy képzeljük el a null vektort, hogy amelynek a hosszúsága nulla, egy pontnak képzeljük el. Viszont fontos a, a null vektornál, a zéróvektornál, vektornál, hogy iránya tetszőleges, hiszen csak egy pont, de minden más vektorral párhuzamos, és minden más vektorra merőleges is. Na hát ez egy jó megfoghatatlan dolog, de jó, ha ezzel tisztában vagyunk, hogy abszolút értéke nulla, tehát hossza nulla a nullvektornak és iránya ö, viszont... Ö, tetszőleges. Nézzük a vektor műveleteket. Ugye a vektorokat össze lehet adni, kivonni, száma lehet szorozni, és így tovább, és így a végtelen módon lehet őket művelni, úgymond. A vektor összeadása, a vektor műveletek, azaz az összeadás és a számmal való szorzás definíciója a lényegében természetes módon adódik. Ha Két elmozdulást veszünk, két elmozdulás összegén az elmozgatások egymás után való elvégzéseként tudjuk ezt lényegében elképzelni. És a vektor összegadása a poligon módszer segítségével történik egymás utáni fűzéssel. Nyílfolyam módszert kell elképzelni. Van egy vektorunk, mondjuk én ezt ide rajzolom. Az a nyílfolyam módszer, és a második vektor ö, kezdőpontját az első végpontjába teszem, a másodikat, a harmadik vektort a második végpontjába, és így tovább, és így tovább, ugye ez a ö, nyílfolyam módszer ugye a, a rajzba kérik a vektoroknak az összeadását, és csak azonos dimenziójú vektorok összeadását tudjuk mi értelmezni. Itt van egy jó kis példa, hogy hogyan lehet a vektorokat összeadni. Ugye van egy A vektorunk különböző koordinátákkal, van egy B vektorunk az is különböző koordinátákkal, és az A és B vektor alatt, azt értjük, hogy az első tehát az A vektornak az első koordináját összeadjuk a B vektor első koordinátájával, és így tovább, és így tovább, és a vektor különbségét az összadás alapján így, már könnyen tudjuk értelmezni. A és B vektor különbségén azt a C vektort értjük, amelyre A egy előbb B plusz C összefüggés áll fenn, és ezt a-b-vel jelöljük. Tehát az a vektoromnak az első koordinátájából kivonom a b-vektor első koordinátáját, és így tovább, és így tovább. De ezt egy konkrét feladaton meg is tudom én most mutatni. Van az a vektorom 5 és 2, a b-vektor 2 és 4 koordinátákkal. Ekkor hogyan fog kinézni a, az összeg vektora? ugye erre kíváncsi az A plusz B-re, és a definícióból ö, mi most már ezt könnyen tudjuk, hogy ugye az 5, 2-t, ugye az A-nak az első, B-nek az első, illetve a 2, 4-et kell nekem összeadni, ez pedig nem lesz más, mint 5 plusz 2, 2 plusz 4-ből fog állni az a plusz b vektornak a koordinátája azaz 7-6. A különbségvektor ennek alapján pedig a következő képen fog alakulni. Ugye 5-2, kell kivonni a 2-4-et, és ebből az adódik, hogy ennek a koordinátája pedig 3 és mínusz 2, hiszen a1-ből b1 a2-ből B2, és akkor kaptam én ezt meg. Igen, ám, de ez geometriai úton is lehet szemléltetni egy gyönyörű, szép koordinát a, a rendszerben, ezért mondtam, hogy poligon módszerrel történhet még a, a vektor műveletek. Ugye úgy hangzott a feladat, hogy az A vektoromnak 5-2, a B vektoromnak pedig 2 és 4 volt a, a koordinátája. Ha én most ezt fölveszem, mint ugye én mondjuk kékkel, az a vektoromnak 5 és 2, igyekszem szépen, mondjuk itt van nagyjából, azaz, ugye az origóból fog indulni, ez az a vektorom, 5 és 2-vel. A B-nek pedig 2 és 4, 2 és 4. Az valahol itt lesz. Ez pedig a B vektorom, és ugye az A plusz B-t kéri. Parallelogramma módszerrel határozhatjuk meg A és B vektor Összegét méghozzá úgy, hogy párhuzamos húzunk a másik vektorral a vektorok végpontjain. A B-vel párhuzamos vektor az így néz ki, ez a B vektorom, az A-val pedig így néz ki, ez pedig az A vektor. És ugye a az összeg pedig úgy fog kinézni, hogy a paralelogramma átlója fogja adni az A plusz B vektort, de ugye nem mindegy, hogy melyik átlója, hiszen van így is egy átlója a paralelogrammának, meg így is. Jóval megjegyezzük, hogy az összeg vektort úgy kreálhatunk, rajzban, hogy szabad kezdőpontból a szabad végpontba mutató vektor az A plusz B vektor, tehát itt a szabad kezdőpont, és a végpontba fog mutatni méghozzá ennek a végpontjába. Ez az A plusz B vektor. Ennek alapján a különbség vektor pedig a másik átló fogja adni. Az A-B a másik átló, tehát ez. De hogyan fogunk mi most ebből rájönni? Méghozzá úgy, hogy a különbség vektor az lényegében a B vektor végpontjából az A vektor végpontjába fog mutatni. Ez a A B vektorom. Azaz, hogyha még egyszerűbben le akarom fordítani, hogyan is történik két vektornak a különbsége, hogy a kivonás a vektorok végpontjait köti össze, és a különbség a kisebbítendő vektor, lényegében amelyikből kivonjuk, az felé fog mutatni a nyíl. Ugye A- vektort kér, tehát az A fele fog mutatni a, a az A-B vektor és két végpontot köti össze a különbségvektor, az összeadás, a vektor összeadás pedig, jegyezzétek meg, a szabad kezdőpontból mutat a végpont felé. De nézzük is a példát. Van egy ilyen feladatunk, hogy adva vannak a A, B és a C vektorok meghatározott irányjal, ezt mi nem forgathatjuk, nem piszkálhatjuk, hiszen adva vannak. A feladat azt mondja, hogy szerkesszük meg az A plusz B vektort. Ha ezt mondja, akkor ennek alapján kell nekünk mi most fölvenni ugyanolyan irányba, ahogy a feladat megadta ezeket a vektorokat, tehát az A az erre mutat, a B vektoron pedig erre, és nem mindegy, hogy hogy fűzzük össze. Ugye mondtam, hogy nyílfolyam rendszer szerint fűzzük össze a vektorokat, szóval nem tetszőlegesen, hogy én most mondjuk ide vigyeztem a B vektort, mert az már nem helyes út. Ugye a nyílfolyam rendszer szerint, ami fölvesszük az A vektorunkat, az első vektort, és ennek a végpontjából fog kiindulni a második vektor, persze a meghatározott irányba, ahogy a feladat mutatja tehát így lesz a B vektorom, ugye, nyílfolyam módszer segítségével, és azt mondja, hogy határozzuk meg az A plusz B ö, ö, vektort. Ö, ennek alapján, ugye, a szabad kezdőpontból, a szabad végpontba mutató vektorom, lesz az összeadás, az összegvektora az A plusz B. De ugyanakkor ezt én meg tudom oldani paralelogramma módszerrel is, ahogy az előző feladatban mutattam, hogy párhuzamos húzunk a B-vel, párhuzamos húzunk az A-val, és ezt gyorsan megmutatom, hogy így is meg lehet csinálni. Mit tudja, én most rajzolom kékkel a paralelogramma módszert. Ugye, ahogy az előző feladatban, ugye, most húzunk a, a b-vel, most húzunk ugye az a-val, és azt mondta, hogy az a vektor, az a vektor pedig a szabad kezdőpontból a végpontba mutat, tehát ennek is ugyanaz, ugy, ugyanaz a feladat ö, jött ki ö, lényegében a, az a plusz b-re is. Nézzük a b feladatot. B plusz A. Ugyanúgy, ugye kezdjük, itt ez ide rajzolom a B-t, ugye ez volt a b -nk. Ebből jön az A vektor, nyílfolyam módszer segítségével. Na, a B plusz A vektor pedig úgy néz ki, szabad kezdőpontból a végpontba, így fog kinézni ennek a feladatnak a megoldása, ez a B plusz -a. Persze ezt is meg lehet paralelogramma módszerrel csinálni, most húzunk az A vektorral, illetve a B vektorral, és ugyanez fog kijönni, mivel szabad kezdőpontból a végpontba ugyanez a paralelogrammának ez lesz az átlója. Nézzük a C feladatot! A C feladat azt mondja ABC, A plusz B plusz C. Akkor én ennek alapján felveszem ugyanúgy az A vektort, nyílfolyammal összefűzöm, itt lesz a B vektor, és a C vektor pedig egy egyenes. Hát, hogy néz ki az A plusz B plusz C? Ugye szabad kezdőpontból a szabad végpontba mutat, tehát itt van egy szabad kezdőpontom, és ez fog mutatni ide bele. Ez lesz az A plusz B plusz C megoldása, ugye ez volt a C feladat. Nézzük a D-t, mondjuk ide bittéztem. Ugyanúgy felveszem a A vektoromat, a B vektoromat és a C vektort, ugye? Nagyjából ugyan azt az irányt tartom. Induljunk ki először a zárójelből. Ez elsőbséget élvez. B plusz C, szabad kezdőpont, szabad végpont, összeadás. Ez a B plusz C. Az A, ehhez adjuk hozzá az A-t, Azaz, mi lesz ennek a feladatnak a, a megoldása? Lényegében szabad kezdőpont, végpont, ide mutat, így. Ez lesz ennek a feladatnak a megoldása. Egyáltalán nem bonyolult, hogyha tartjuk magunkat a szabályokhoz. A plusz, B plusz. Csak így fogunk tudni, ha ezeket megértjük, tovább lépni majd a bonyolultabb vektorműveletek felé. És ugye van a kivonás A és B vektor különbségét, úgy képezzük, hogy közös kezdőpontból mérjük fel őket, ugye képzeljük el azt, hogy van a B vektorom, itt van mondjuk az A vektorom, és nekem az A- B-t kell ö, ö, megoldanom. Ugye, még a videó elején említettem, hogy A-B vektor nem más, mint ha B-t adunk hozzá, a kapunk eredményül, de mindjárt ezt le is vezetem, hogy hogyan is néz ki. B, A-B, egyenlő, A. De hogyan is jön ki ez? Ugye, említettem, hogy a kivonást azt úgy kell elképzelni, hogy a végpontokat köti össze, és a nyílnek a feje mindig az felé mutat, amelyiket én most kisebbíteni szeretném. Tehát A-B, tehát az A-ból vonom ki, akkor egyszerűen az A-B, ez lesz ugye itt a feje, ez az A-B, hiszen A-ból vonom ki a B-t, a kisebbítendő felé fog menni a nyíl, de ugye említettem, hogy A B vektor az, amelyhez B-t adva ad kapunk eredményül. De nézzük mi ezt meg azzal a módszerrel, mint az előbb néztünk. Nézzük először az A B mit jelent. Ugye az A B azt jelenti, hogy a, a vektoromnak a Vége, tehát a nyíl része az a, az a fele fog mutatni, ezt be is húzom, és ha én ehhez B-t adok, tehát ehhez B-t kell, hogy adjak, szabad kezdőpont, szabad végpont, akkor tényleg ezt az Át, kapom én meg ö, eredményül, én ezt írtam most ide fel, hogyha az előző feladatból indulunk csak ki. Ugye tudjuk definiálni azt, hogy kivonást hogyan lehet vektorokon végrehajtani még hozzá, úgyhogy a, a végpontokat köti össze mindig a kivonás, és a nyílnak a hegye, ha így le akarom egyszerűsíteni, mindig a kisebbítendő felé, tehát amiből kivonjuk, az felem mutat. És ha én ehhez hozzáadom a b a definíció szerint. Ehhez tehát, ehhez a kék nyílhoz hozzáadom a B-t, és, az, és itt jön, jut eszünk be, hogy miről szólt az összeadás. Az összeadás ugye arról szólt, hogy szabad kezdőpontból a végpontba, akkor tényleg ezt az átkapom meg eredményül. Azért volt fontos ennyire körbejárni a vektor fogalmát és egy kicsit az ilyen szerkesztéses dolgokat, mert csak így fogunk tudni tovább lépni a vektorok szorzása valós számmal, aztán így tudjuk majd a vektorokat felbontani különböző irányú összetevőkre, és persze majd jönnek a bonyolultabb vektor koordináta műveletek is, de ezt majd a következő videómban.